tržištu, bez obzira što je u pitanju decembar, mesec, prvi decembar, radovi su u punom teku. Radovi koji smo, za koje smo aplicirali sredstva iz pokrajine i delimično i finansiramo našim sredstvima iz budžeta grada Subotice, pet važnih ulica na Paliću, negde oko 600 građana koji su izgradnje kanalizacione mreže i mislim da je to jedan veliki iskorak odnosno na raniji period vezano za ove ulice koje su stalno bili problemi vezano za odvodnjenje kanalizacione i septične odvodnjenje vode iz septičnih jama. Mislim da je ovo jedan lep primer kako možemo se regulirati sa pokrajinom i rešavati probleme za naše sugrađane. Investicija koja je bila procenjena preko 22 miliona dinara, ugovorena je negde ispod 19 miliona dinara smo ugovorili, znači tu smo uštedili realno preko 3 miliona dinara od projektovane vrednosti. Mislim da radovi teku punim jekom i očekujem da će do kraja godine biti završeni svi radovi ovde, barem po navodima izvođača. Ja sam zadovoljan s time, mislim da je bitno da su naši izvođači, domaći izvođači koji kvalitetno rade ovaj posao i mislim da je to na neki način jedan dobar projekat koji realizujemo ove godine između ostalog mnogih, između ostalih mnogih projekata koje smo realizovali ove godine i to je jedan od najznačajnijih projekata koje ove godine realizujemo na samom Paliću kod nas. Vidimo šahtove, ljudi se žale za poplave, kada kiša, to nije moglo da se izvede, da li to jako skupo? Imamo separatni sistem na Paliću, odvođenje otpadnih voda i atmosferskih voda, koje će se kopaju kanali. Donet ćemo, verovatno, ono treba bi u ovom mesu da mesemo odvodnim kanalima i uređujemo taj sistem kanala, sve više će se naše sugrađani morati navikavati na to da se iskopaće, da će grad ovaj iskopati kanale i na osnovu toga tamo ćemo uređiti atmosferske vode, a ne u određenu kanalizacijom sistemu. 19,3 miliona dinara bilo je dovoljno pokrajinske vlade da u pet ulica na Paliću rešimo više decenijski problem izgradnjom kanalizacione mreže. Ovo je samo jedan od 16 projekata koliko u ovoj godini realizujemo zajedno sa gradom u bolnici u Subotici. Preko 500 miliona dinara smo opredelili i to je jedna snažna podrška razvoju grada Subotice. Sa ponosom mogu da kažem da je Subotica jedna od velikih gradilišta uprave za kapitalno ulaganje, jer uprava ulaže u budućnost ne samo Subotice, već Vojvodine i Republike Srbije. Mi želimo da nastavimo sa našim ulaganjem i u narednom periodu činjenicom da smo do sada bili vrlo pouzdan partner svim lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine. Vidite da jedina gradilišta koja u ovom delu Srbije danas postoji jesu gradilišta uprave za kapitalno ulaganje, zato apelujem dodatno na Vladu Republike Srbije da se sa sredstvima potrudi da pomogne razvoj i vojvođanskih opština. Mi ćemo danas biti u prilici da obiđemo još neka gradilišta, dakle sve ono o čemu sam pričao može da se proveri, dakle ne reči već konkretno djelo. Da. Rebalansom pokrajinskog budžeta koji je bio neophodan da se izvrši činjenicom da sredstva iz republičkog budžeta nisu transferisana za namenu kapitalnih ulaganja već 3 godine. Samo u ovoj godini ostali smo bez 2,7 milijardi dinara. U takvoj godini uspeli smo da izdvojimo preko 500 miliona za grad Suboticu. Vi vidite koliko je tu lepih gradilišta i zaista potrebnih objekata za građane. Možete samo da zamislite koliko bi posla još uspeli da uradimo. Bilo je nekih nejasnoća oko uloge pokrajinske vlade i uprave za kapitalno ulaganje u gradnji pozorišta, pa bih voleo da iskoristim priliku i to posebno da napomenem. U projektu u ovoj fazi koja je sada započeta, koja je vredna 225 miliona dinara, 145 miliona dinara finansira isključivo pokrajinska vlada preko uprave za kapitalno ulaganje. Ostatak finansira grad Subotica, 25 miliona i 55 miliona republička vlada. Da budemo potpuno jasni, čist račun podrazumeva i dugu saradnju. U tom smislu, mi smo se danas porazumeli da ćemo i u narednom vremenu prepoznati projekat Narodnog pozorišta, zato što smo to u prethodnim godinama isključivo mi činili. Dodatno apelujemo na ministarstvo da se Ministarstvo kulture uozbilji i da sa značajnijim sredstvima pomogne ovaj hram kulture i objekat po kome je Subotica i Vojvodina nadaleko postati. Neće biti srpičkih jama, naravno, i to će puno značiti.
településen gondolom, hogy sok évtized lemaradás próbálunk lassan megpótolni, és hát mindenkül egyébként ezt továbbra is kötelezni fogja az önkormányzat és a tartományi illetékeseket is, hogy Palics irányában is hatékonyabban illetőtörvözközt biztosítsanak. Ez a beruházás azon, hogy fontos abban a szempontból, hogy ne kezdjük azokat a projektokat, amelyet Palics területen és a teljes szemüstetben, hogy itt is itt illeti. Ha minden így az, minden rendben lesz, akkor azon mondom, hogy 2017-ben azt kapjázik, és itt ezeket tartanak a teljesen területen, és az, ami három vagy négy ügyet tényleg nem vettek, ott a Palics területen is valószínűleg tartja, hogy néz ki, talán több időt kínálni belőle, és azon, hogy fontos ez az itt élő közösségnek is, fontos a palicsiaknak is, és mindenféleképpen fontos környezetről, aki szerintem is, hogy tovább ne szennyezzük a saját környezetünket, illetve valójában az igazi tisztelet legyen, hogy a mennyi és a mennyi igazi valamit az értékelés. A pénzből 19,3 milliárdot kell a beruházás, tartomány pénzre, azon az önkormányzat is hozzáad ehhez pénzeket, tehát közös beruházásról van szó, de a legnagyobb részét a beruházás a tartomány finanszírozza, mivel a tartomány mindenhol kért, azt mondjuk, hogy valamennyi önrészt is, így ebből a szempontból a költségvetési pénzekből biztosítunk valamennyi kisebb összegű részt ezen a beruházásból a finanszírozásra. Tehát ez mindenféleképp könnyebbséget jelent ezeknek a lakóknak, akik ezekben az utcákban laknak, a Franzka, a Dunyacska, a Szervó Mihály Jeszenovacska és a Dubrovniki utcának egy részére történik ez az utcának a beruházása, hát a szervezvezeték építése. Ezek az emberek már nagyon régóta küzdködnek azokkal a problémákkal, amik a szennyvíz megoldása kellett, hogy eddig jelentsen számukra, ugye, ami a szivarokba telepített öcsegőjüknek tulajdonképpen a meglétét jelenti, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a lakosok most csatlakozni fognak a szennyvízhálózatra, ezáltal megkönnyítve a saját életüket is, illetve hát a környezetvédelem szempontjából is fontos, hogy ne a saját környezetünket szennyezzük, hanem ez egy megoldott megoldott kérdés legyen. Za potrebe energetske efikasnosti baš ovde u Netkeru u hramu Mađarske nacionalne zajednice bilo je potrebno 4,5 miliona dinara kako bi sanirali krov, uradili novu instalaciju grejanja. Ideja je bila da u narednom vremenu napravimo ozbiljne uštede u troškovima funkcionisanja ovog objekta kako bi grad mogao od ušteda da usmeri u dalji razvoj kulturnih sadržaja i programa. Važno je da napomenu da pokrajinska vlada je čvrsto opredeljena da sačuva i kulturu i običaje svih nacionalnih zajednica i zbog toga smo sa posebnim zadovoljstvom u partnerstvu sa gradom Subotica uložili ova sredstva kako bi, kako sam i rekao, hram Mađarske nacionalne zajednice, objekat u kome se čuvaju kultura i običaji, ostao onakav kakav treba da bude na ponos grada Subotice. Ja bih se zahvalio upravo za kapitalno ulaganje pokrajinske vlade. Ovo je velika pomoć, objekat je vlasništvo grada Subotice. Mi smo imali veoma ozbiljne troškove vezano za grejanje i održavanje ove zgrade. Imali smo poslije vreme i problema vezano sa prokišnjavanjem ove zgrade. Tako da smo zajednički, prvenstveno, zahvaljujući sredstvima koje za kapitalno ulaganje izvršile ove investicije, a određene radove, prvenstveno drumarske radove, je finansirala lokalna samouprava. Posle ovoga sam ubeđen da će troškove grejanja i održavanja ove zgrade biti znatno manji, to će biti uštede i za nas, a naravno će biti bolji uslovi za rad. Funkcionisanje kulturnog centra Netker u Subotici koji je najstariji medijski kulturni centar u čitavoj Vojvodini. Pa kao generalni sekretar Mađarskog kulturnog centra Netker, želja mi je da se zahvalim upravi za kapitalna ulaganja i pokrajinskoj vladi koja je, evo, ove godine slavimo jubilej 145 godina postojanja Mađarskog kulturnog centra, znači to je jedan od najstarijih kulturnih centara u Vojvodini. I mimo toga još nešto bi slavili, da može čovjek da slavi, a to jeste da 17. decembra će biti 20 godina od kako je ova zgrada obnovljena i predata na upotrebu. Mi smo sa svojim sopstvenim snagama i sredstvima i uz pomoć, skromnu pomoć i grada Subotice i
inski sekretarijata nekako uspeli ovih 20 godina da održimo u ovom stanju, kako ga vidite, sa nemalim naporima, ali niko do sada nije prepoznao potrebu i ovako značajna sredstva uložio u obnavljanje zgrade i u poboljšanje energetske efikasnosti. Upravo ti računi, energetski računi su jedna od najvećih stavka koji opterećuju poslovanje Mađarskog kulturnog centra. Na bazi elaborata koji je prethodno napravljen predviđa se ušteda od 30%. Ja sam siguran da će na mesečnom iznosu biti sigurno toliko manji računi koji ćemo morati da platimo i jednostavno ne samo zbog termoizolacije nego i zbog ostalih radova koji su urađeni bit će mnogo kvalitetni rad svih tih sekcija koji rade ovde kod nas i samo još jednom mogu da se zahvalim. A Népkör Magyar Művelődési Központ az idén ünnepi 145 éves fennállását és ez is egy nagyon szép ajándékot kaptunk ebbe az évbe. Ez az ajándék pedig az volt, hogy ahogy az előbb is ezt elmondtam, pont december 17-én lesz 20 éve, hogy fel lett újítva a Népkör épülete, és át lett adva használatra. Azóta valóban csak karbantartási munkálatok lettek rajta végezve, komolyabb beruházások nem történtek, mert egyszerűen a pénzeszközök nem engedték ezt meg. A tartományi kormánynak köszönhetően és a nagy beruházási igazgatóságnak köszönhetően az idén a legfontosabb, legégetőbb munkálatokat el tudtuk végezni. A tetőjavítását ugyanis beázott több helyen is a nagy terem, a Kosztolányi Dezső teremnek a tetője, de egyúttal az energetikai hatékonyságot is megnöveltük, ugyanis a tető nem igazán volt szigetelve, csak egy egyszerű gipszkarton befejezése volt a mennyezetnek, ahhoz képest jelen pillanatban olyan megoldását alkalmazva, hogy 20 centi üveggyapottal és fóliákkal kellő mértékben lett szigetelve, és el kell, hogy mondjam, hogy rögtön érződött ennek a hatása, egész más a levegő a nagy teremben. A másik fontos beruházás pedig az elavult 10-11 éves régi gázkazán helyett, amelyből már termesítmény szempontjából sem volt megfelelő, az helyett két 47 kW-os modern kondenzációs gázkazánok lettek felszerelve, amelyek szintén biztos, hogy rengeteget fognak azon nyomni a latba, hogy sokkal kisebb számlák jöjjenek havi szinten az energetika fizetése felé a gáznál is, és úgy szintén meg kell, hogy mondjam azt, hogy érezhető ennek is, mivel ez már több mint 3 hete befejeződött ez a munka, tehát már látszódik az első számlánál, hogy biztos, hogy meg lesz az, ami a tervrajzok szerint, az elaborátum szerint tervezve volt a 30%-os energia, valamint a számláknak az összege biztos, hogy minimum ennyivel kevesebb lesz, mint amit eddig fizettünk. És ez nagyon fontos nem csak a mi számunkra, hanem hát ezeknek a számláknak nagy részében Szabadka városa volt az, aki segítette és segíti is munkánkat az év folyamán, és én ezúton is szeretnék nem csak a tartományi kormánynak, hanem Szabadka városának és polgármesterének is köszönetet mondani, mert nélküle nem tudna üzemelni.